Az évek óta legpusztítóbb vihar és áradások 5 halálos áldozatot követeltek Spanyolországban. 3 embert eltűntként tartanak nyilván. Az özönvízszerű esőzések nyomán megáradt folyók és patakok kiléptek medrükből, utcákat árasztottak el, autókat sodortak magukkal, házakba törtek be. A helyiek még mindig sokkos állapotban vannak. Hallottuk a víz morajlását, és lementünk megnézni, hogyan emelkedik a folyó, meséli egy Madrid közelében élő nő. És akkor a híd leomlott, hátrálni kezdtünk, majd kisvártatva a híd másik része is ledőlt nagy robajjal. Az volt a pánik pillanata. Ugyanazt a pánikot élték át a Castilla-La Mancha régióban található Buenache de Alcorzón lakói. Egy víz és sárfolyam rontott a városba, súlyos károkat okozva több tucat házban. Nem maradt egyéb, csak a padló és a falak. Minden mást kidobhatok a házból, mondja egy helyi idős férfi. Egy nő arról panaszkodik, hogy a házukban még mindig áll az iszapos víz. Nincs áram, nincs vezetékes víz, nincs mobiltelefon. Egyszerűen el vagyunk vágva a külvilágtól, mondja. Az anyagi kár egyelőre felbecsülhetetlen. A helyi hatóságok arra számítanak, hogy a spanyol kormány katasztrófa sújtotta területté nyilvánítja az érintett régiókat.